Ebben a periódusban növekszik a koronavírusos fertőzések száma is. Mivel jár jelen pillanatban ez a megbetegedés, milyen esetekben válhat súlyossá? Kérdezem a továbbiakban dr. Fejér Szilárd vegyészkutatótól. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, mit kell tudni a jelenleg terjedő vírusról? A járványról igazából annyit kell tudni, hogy egy újabb hullám indult meg, ami nem túl erőteljes növekedéssel kezdődik. Ez egy hasonló hullámon túl voltunk már tél elején, tehát december elején. Ezt a hullámot a JN.1-es variáns okozza, ami egy újabb, fittebb variáns, ügyesebben elkerüli a már megszerzett immunválaszt, és ezért képes megbetegedéseket okozni. Mint az előző egy-két hullámnál, most is azon van a hangsúly, hogy az arra nagyon fogékonyakat, a fertőzésre fogékonyakat, a komplikációra fogékonyakat kell védeni, tehát az idősek, a krónikus betegek, azok, akiknek az immunválaszuk valamiért gyengébb, azokra kell nagyon vigyázni ennél a variánsnál is, tehát nem változott ilyen irányban semmi. Hát most van némi adat azzal kapcsolatosan, hogy hol mekkora a fertőzöttség, nem túl nagyok ezek a számok, 2525 újonnan fertőzött személyt jegyeztek Romániából, ebből 549 beteg kórházban van, 45-öt pedig az intenzív osztályon. Azt tudjuk, hogy körülbelül mekkora lehet a valóságban a fertőzöttségi arány? Ugye hát nem mindenki kerül kórházba, meg nem is annyira tragikus most már ennek a lefutása. Igen, ezt most már csak becsülni lehet, tehát ha úgy nézzük, eddig a lakosságnak valószínűleg több mint a 90-95%-a átesett legalább egyszer a koronavírus fertőzésen. Most a pozitivitási ráta az 8% körüli, tehát ez azt jelenti, hogy azok közül, akik megcsináltatják a COVID-tesztet, körülbelül 8%-uk lesz pozitív eredménnyel, és ez nagyjából azt jelenti, hogy nem tudjuk a pontos méretét a járványnak, valószínűleg egy ilyen 2-3-as szorzó faktor van, az előző hullámoknál is körülbelül ez volt a becslés, hogy ennyivel több a beteg, de itt igazából ennél a járványnál rátevődik még az influenza járvány, és vannak egyéb légúton terjedő vírusos, illetve bakteriális megbetegedések, és minden most így egyszerre van, ezért több is úgy általában a légúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulóknak a száma. Uh-huh. Egyébként ez megtörténhet, hogy ezek egymásra hatnak, lehet többszörösen fertőzött valaki különböző dolgokkal? Természetesen egyszerre meg lehet fertőződni több különböző vírussal, csak a koronavírus példájából mondva a tavaszi, illetve nyári őszi hullámokat, ezek olyan variánsok okozták, amelyek úgy keletkeztek, hogy egy személy megfertőződött két különböző koronavírus variánssal. Ez előfordulhat úgy, hogy koronavírus influenza, koronavírus RSV, influenza RSV, bármilyen kombinációban. Persze azok fertőződnek meg és mutatnak tüneteket általában több vírussal egyszerre, akiknek tényleg gyengébb az immunválaszuk. Uh-huh. Mehedinc, Krassószörény, Bihar és Kolozs megyében regisztrálták a legtöbb fertőzött szemét. Van arra magyarázat, hogy miért terjed jobban egy bizonyos térségben? Mindenképpen a járvány dinamika az elég bonyolult, attól is függ, hogy éppen milyen ott az időjárás, mik azok a faktorok, amik a járvány terjedését elősegítik, milyen az immun válasza annak a közösségnek, hogy mennyire volt kitéve, milyen előző hullámoknak volt kitéve. Tehát azt várhatjuk, hogy ahol erőteljesebb volt a 2022 tavaszi járvány, ott kisebb ennek a variánsnak a hatása, de ezek nagyon bonyolult faktorok, és igazából lehetetlen megmondani most már, hogy mi okozza az egyes gócokat. Uh-huh. Milyen szabályok érvényesek jelenleg? Mit tudom én, például a házi orvosokra vonatkozóan milyen teendőik vannak? Lehet-e tesztelni náluk, vagy oltást kérni? Hogy néz ez most ki? Az oltással annyi fejlemény történt, hogy most már
van egy új Omikron variánsra igazított vakcina, amellyel lehet kérni az oltást, viszont én úgy tudom, hogy elég körülményes egyelőre az ismétlő oltásnak, vagyis a booster dózisoknak a kérése. Fel kell iratkozni, várni kell, a közegészségügyi hatóság tudja igazából megmondani minden megyében, hogy éppen hol működik az oltás, éppen melyik családorvos végzi, mert nem mindenki végzi ezeket. Uh-huh. Mit ajánl azoknak, akik otthon derítik ki, hogy fertőzöttek, de nem fordulnak orvoshoz, nem szenvednek annyira például emiatt? Én mindenkinek ajánlom, hogy néhány napra izolálja magát, amíg pozitív a gyors tesztje, az antigén tesztje, addig ne menjen közösségbe, és az idősekre nagyon kell vigyázni. Mit javasol fertőzések elkerülésére? Amit eddig is, igazából távolságtartás, maszkviselés olyan helyeken, ahol tényleg nagy az esély, hogy elkapjuk, de nagyjából ezek most már olyan fertőzések, amiket elég nehéz kikerülni, viszont arra, hogyha már egyszer elkaptuk, akkor onnantól a mi felelősségünk, hogy ne adjuk tovább olyanoknak, akik súlyosabban megbetegedhetnek tőle. Hát úgy néz ki most már, hogy valahogy beépült így a szezonális megfertőződések között tarthatjuk számon, nem? Valahogy így néz ez ki ennyi év után, hogy látja visszafele? Még mindig nem. Tehát még mindig a pandémia szakasz végén tartunk. Még mindig van az, hogy egy-egy újabb variáns akár olyan időszakban is képes hullámot okozni, amikor nem várjuk. Tehát nem az van, hogy évente mondjuk van egy influenza hullámunk, hanem évente van legalább három COVID hullám. És még mindig az van, hogy ha megnézzük az elhalálozásokat, amiket az influenza okoz, vagy a COVID, még mindig a COVID az még súlyosabb, tehát nagyobb a halálozási rátája, nagyobb a komplikációk rátája, tehát nem értük el még éppen azt a szintet, hogy azt mondjuk, hogy most már egy normál endémiás szakaszban vagyunk. Uh-huh. Kik azok a leginkább ki vannak téve, vagy legveszélyeztetettebbek a COVID-fertőzés szempontjából? Nem csak a COVID-fertőzés szempontjából, hanem bármilyen vírusos vagy bakteriális megbetegedés szempontjából mindig veszélyeztetettebbek azok, akiknek nem működik megfelelőképpen az immunrendszerük, és ezek általában például kemoterápiás páciensek, tehát daganatos megbetegedésekkel kezelt páciensek, idősek, akiknek már lustább az immunrendszerük, vannak olyan immunszavarok, amik szintén ezt gátolják, hogy megfelelő immunválaszt lehessen kialakítani. Tehát ezekre úgy mondjuk, hogy ez egy veszélyeztetett kategória, és aki veszélyeztetett kategória, egy krónikus beteg, azokra mindenképp nagyon kell vigyázni, nem csak a COVID szempontjából, nem csak a COVID-járvány szempontjából, hanem most azért is különösen, mert egymásra terültek ezek a hullámok az influenzával például. Hát a távolságtartás, meg a felelős kezelése az ügynek nyilván, hogy segít. Ezen kívül, aki nem tudom, vitaminokban vagy egyéb táplálék kiegészítőkben gondolkodik, bármi ebből használ-e, vagy ez egyszerűen csak mítosz, hogy ez nem az én kompetenciám ezt megítélni. Az biztos, hogy a veszélyeztetett kategóriáknál ugye az influenza elleni oltás felvétele az javasolt évente, és most ugyanez van pláne külföldön a koronavírus elleni oltás felvételével, tehát ott is javasolják például 65 éven felüli személyeknek Angliában, hogy vegyék fel az oltást minél hamarabb. Hát akkor ebben maradunk, vigyázzunk egymásra és magunkra. Fejér Szilárd, köszönöm szépen, hogy kapcsolhattuk. Köszönöm én is.